Tegnap ért véget a 17. Zsoboki alkotótábor, melyet hazai és külföldi, főként Erdélyből elszármazott képzőművészek számára szervez évente Eszig Klára festőművész és férje Eszig József operatőr fotográfus. Az ott készült riportot követően Banner Zoltán művészettörténész lesz a vendégünk, akit 80. születésnapján is köszöntöttünk az idén. A kalotaszegi kisfaluban nem csodálkoznak rá az érkező tévéstábra, ahogyan az sem feltűnő senki számára, hogy fényképezőgép kattan a közelében, vagy hosszas nézelődés közepette jegyzeteket készít a látogató rajztömbjébe. Zsobokon otthonosan mozog szinte minden képzőművész és fotós, aki az egyhetes alkotótáborba érkezett. Igaz, nagy részük már visszajáró vendég. Néhányuk 17. alkalommal érkezett a táborba. Bánfűnyadiak vagyunk, ide hoztak a közelünkbe a kultúrát, nem? Tehát nem kellett ezért Kolozsvárra utazni, vagy Budapest, vagy bárhova. És akkor elkezdtünk járni, esténként lejöttünk, vacsora után gyönyörű beszélgetések, illetve előadások is. Most az más kérdés, hogy Banner Zoltánt, meg Eszigéket, meg Kádár Tibit már nagyon rég ismerjük egymást. Tehát nem 17 éve, hanem 30 valamennyi éve. És akkor elkezdtünk járni Lászlófi Alladától kezdve, nagyon sok jelentős és értékes ember előadásokat tartott, és utána beszélgetések. Hát ennél gyönyörűbb dolgot el se tudtunk képzelni, és itt van közel. Az itthoni alkotók mellett szép számban érkeztek magyarországi festőművészek, grafikusok és fotósok, olyanok is, akik erdélyi származásúak. Meghirdetett tematika alapján készítik alkotásaikat, vázlatokat, festményeket, fotókat és faragványokat, kerámiát. Az évek folyamán szép anyag gyűlt a zsoboki tájról és tágabb környékének látványairól, lakóinak életviteléről és népviseletéről. Tulajdonképpen emiatt jött létre a tábor. Megörökíteni Kalotaszeg sajátosságait a jövő nemzedék számára. Az idei táborban nagyon szerettük volna, most már tájképünk van egy jó néhány régi házakat, amiket féltünk, hogy lebontják, lefestették, elkészítették tusrajzban, meg grafikákban, és az idén megkértük, hogy gondolkozzanak a mondákon, gondolkozzanak az elbeszéléseken, itt vannak párak is Kalotaszegen, tehát valami az irodalmáról, és ezért is hívtuk el Szabó Zsoltot és Asztalos Lajost, aki több éven át bejárta Kalotaszeget, tehát ismeri a vidéket, hogy egy kicsit, ha nem is tudják az idén elkészíteni, de legyen a fejükben ez a... És könyvek voltak, rengeteg könyv válogathattak, úgyhogy ezekből inspirálódhatnak, és akkor már a gondolat érlelődik mindegyikben, és jövőre majd elkészítenek, mert ezek még hiányoznak. Szinte szégyellem magam kalotaszegi lévén, csak háromszor voltam, 1996-ban voltunk, azt hiszem először. 99, nem emlékszem pontosan, három alkalommal, ez a harmadik alkalom. De visszatért ez a lényeg. Miért? Visszatértem, és vissza is fogok térni. Valahogy úgy jött ki a lépés, hogy egyfolytában máshol voltam, meghívtak, de sajnos nem tudtam jönni. A válasz nagyon egyszerű. Én Kalotaszeg... ez erősen kötődöm, nagyapám kalotaszegi volt. Én Kolozsvárról származtam el, az azt jelenti, hogy 1989-ig Kolozsváron éltem, és Kalotaszegen volt egy nyaralom is, és Mákóba a félfalu rokonom. Hát a háttérben látható képekből is gondolhatnánk azt, hogy szívügye az itteni népviselet, az itteni ember, az itteni táj. Ezek mikor készültek? Nagy része itt készült, egy része meg otthon műteremben készült a rajz, a kompozíciós, itt fejeztem be nagy részét. Már eltávozásomkor úgy neveztek engem Kolozsvár Kalotaszeg festő, úgyhogy erős, nagyon erős tényleg a kötődés. Most egy sorozat készült? Sorozat olyan értelemben, hogy ha már itt van az ember, akkor érdemes az itteni emberekkel foglalkozni, az itteni népviselettel, mert én véleményem szerint különlegesen szép Európa szinten is egy ilyen unikum, ami itt még hála az Istennek fellelhető. Úgyhogy a sorozatnak nevezném, amit elkezdtem
70-ben. És az folyik most is, és hogyha eljövök ide, akkor feltétlenül ezt festem. Otthon van műteremben, nem biztos, hogy ezt festem. Az alkotók improvizált műtermük magányában, vagy nagyobb termekben csoportosan dolgoznak. Alkalomattán lehetőségük nyílik közös programokban is részt venni. Különböző előadások, vetítések és kiállítások tarkítják a tábor életét, melybe a szervezők a falubelieket is igyekeznek bevonni. Ez alkalommal Szatmári Pap Károly emlékest, Banner Zoltán művészettörténész, a Zsoboki alkotótábor törzstagjának köszöntése, és fotóvetítés egészítette ki a szokásos nyitó és záró ünnepséget. Bár mozgalmasnak is mondható a tábori élet, résztvevői megtalálják azt a külső és belső nyugalmat, amely az alkotó ember számára elengedhetetlen. Az ihlet az egy nagyon furcsa dolog, és az ihletet lehet találni is, vagy magunkban is benne lehet, vagy lehet hívni is. Ez a kép tulajdonképpen egy gondolati téma, tehát a gondolatot szerettem volna megfesteni. Az öreg néni, ahogy olvassa a Bibliát, szállnak ugye a gondolatok, és akarva akaratlan egy szakrális térbe kerül az ember gondolatilag is, tehát szellemileg is, és fizikailag is. És hát az én tervem az, hogy a metafizikám belül gondolkozzak, hiszen a tárgyi valóságon belül létezik egy különös valóság. Tehát nem csak a tárgyakat kell lefesteni, hanem azt is, ami mögötte van. Én nagyon régen járok már ide, 17. éve. Kimondani is sok. De nagyon szeretem a vidéket, az embereket. Úgyhogy nagy örömmel jövök mindig. Itten az ember csak is jól érezheti magát. Természetesen a vidék szabja meg azt, hogy az ember miért jön ide, és miért nem más. Kalotaszeg az ugye Erdély egyik legjellegzetesebb tája, és ilyenkor természetesen az ember a néprajzi témájú fotókra megy rá. Én marosvásárhelyi fotográfus vagyok, és hát most másodszor vagyok ezen a táboron, de közben még kétszer voltunk itten ilyen külön útakon. Olyan dolgokat készítettem, nem is gondoltam volna előtte, hogy olyan dolgokat kitalálok, nem? Vagy ilyen hasonló. Az tehát, ihlet, az ott jön. Igen, igen. Tehát meg a nagyon fontos a kollégák beszélgetések, ez egy nagyon fontos része a dolognak. Egymás munkáit nézegetjük, beszélgettünk, ez... És tulajdonképpen ettől fejlődik szerintem a alkotói készség. Idén az időjárás is kedvezett a Zsoboki alkotótábor tevékenységének. A véglegesített festmények és fotók már keretbe helyezve várták a látogatókat, egyelőre a falu művelődési házában, a tábor záró ünnepségén. Banner Zoltánt köszöntöm, jó napot kívánok! Most mi a varázs ennek a helynek? Mindenki arról beszélt, hogy Zsobokon valami fantasztikus történik, mondjuk azon túl, hogy találkoznak. Hogy került ebbe a táborba? Milyen kapcsolatok fűzik ide? Hát én nem művészettörténészként, hanem előadó művészként léptem először Zsobok földjére, ezelőtt 48 évvel a Petőfi a hídon című műsorommal. A kultúrház tele telt házzal fogadott népviseletbe öltözve a karonülő gyerektől a idős emberekig. A falakon a családok gyűjteménye, bokálykancsók, szőttesek, varrottasok, és ők Petőfit várták, hogy beszéljen nekik a szabadságról. Hát nagy feladat volt, hogy én azt az élményt, azt, ami fogadott,
az én át tudjam váltani Petőfi szavaira. Aztán, amikor a tábor megalakult, hát ez már ugye a rendszerváltás után történt, én sajnos ekkor már Békés Csabán éltem, de utánam nyúltak, hála jó Istennek, és azóta hát minden évben ott vagyok. A varázsa, és hogy miért is járok ide? Tulajdonképpen a művészet történet születésének a helye és helyzete az, ami Zsobokon történik. Hiszen a művészet, a tárgyak, a környezet, a ház, a bútorok, az élettér kialakításával kezdődött, amelybe a legősibb időktől kezdve egy esztétikai készség, szándék, akarat érvényesült szépé tenni a környezetemet. És Zsobokon még ma is tárgyakat, bútorokat, házakat úgy építenek, ahogy azt a közösség évszázadokkal ezelőtt kialakította, megszülte. Na most egy ilyen népművészeti, ősművészeti környezetben bármilyen modern irányzat, eszköz, gondolat, eszme folytatható. És mindig is ezt kérjük a művészektől, hogy nézzenek körül, de nem az a cél, hogy életképeket fessünk, és megörökítsük az öreg kapukat és öreg asszonyokat, ahogy varnak a ház előtt. Hol van ma már ilyen? Ott varnak a ház előtt. De közben ugyanabban az időben folyik egy faragó tábor a falu legjobb faragójánál, nem a falu, Kalotaszeg egyik legjobb faragójánál, Gálpotyó Istvánnál. A szomszéd faluba nyílik a néptánc tábor, szóval... És hát a vonzás az kölcsönös, most éppen olyan képeket láthatnak a kedves nézők, ahol felköszönték Banner urat tortával és egyébben is készültek. Most 88-ig Erdélyben tevékenykedik, utána pedig, ahogy említette, Magyarországra költözik a család. Hogyan folytatja ott a pályáját? Hát én tulajdonképpen csak lakcímet változtattam. Hiszen azért költöztem el 88-ban, mert egyik pályámat sem tudtam itthon folytatni. Tehát sem a művészettörténeti pályát, hiszen 85-86-ban megszüntették a Magyar Művészeti Könyvkiadást, tehát minden önismereti sorozatot, így a művészeti monográfiák sorozatát is. A verseim nem találtak a kor ideológiájával, nem is próbáltam közölni őket, és előadó művészként is, amikor a 20. műsoromat szerettem, a 20. évben a 10. műsoromat szerettem volna bemutatni, hát nem kaptam engedélyt. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy bennem még nagyon sok erő és terv működik, és hát csak 56 éves voltam. Tehát ezt nem hagyhatom abba. Nagyon sokan emlékeznek azokra az előadói estekre, és azzal kapcsolatban az is elhangzott, hogy nyilván, hogy meghatározta az a politikai kontextus, amelyben ezek megestek, de hogy valamiféle hiány pótolt, és hogy mint műfaj hiányzott a színházakból, hiányzott minden innen. Ez hogyan alakult a rendszerváltás után? A rendszerváltás után sajnos az előadó művészetet azt már Magyarországon műveltem. Tehát amennyire én ismerem a rendszerváltás utáni viszonyokat, itt akkor nem is erre lett volna szükség, mint ahogy nem is volt akkor hirtelen folytatása. Ma már megint fiatal színészek, idősebbek is vannak, időnként egy-egy előadóestet bemutatnak. Ez akkor volt érdekes, amikor én 1964-ben az első műsorommal, a Bartalis János estemmel mondjuk példát adtam arra, hogy a pódium, amit a két világháború között olyan kiváló emberek műveltek és ácsoltak, mint Teszi Tóri Nóra, György Dénes, Brassai Viktor, Jancsó Adrien is itt kezdte. De a háború után nagy átalakulásban ez a műfaj egy darabig nem találta meg a rezonanciáját. És én 1962-ben, amikor Bartalis Jánosnak megjelent az
első összes verseinek az első kötete, és gyerekkoromban volt egy Bartalis élmény, amikor még nem értettem, hogy mi ez a szabad vers, miért szép ez, meg mi van ebben, akkor újra találkoztam ezzel a költészettel. Az, ami azelőtt is működött, az a meggyőződés, hogy a erdélyi magyar költészet nem csak a magyar, hanem az európai költészetnek is az egyik legszebb, legváltozatosabb, legszínesebb, legmélyebb fejezete. Elhatároztam, hogy én ezt a költészetet pódiumra emelem, és minden évben majd egy költőt bemutatok. Ez aztán nem így jött ki, de tulajdonképpen a Bartalis est még ilyen volt. És akkor tényleg majdnem minden évben, majd két évenként, majd öt évenként, hiszen közben a művészettörténeti pálya is. Saját versekkel fölépett a színpadon, így hát, megkomponálva. Nem. Ez volt az én utolsó tervem idehaza, hogy egy szerzői estet tartok, amit én írok meg magamnak. De hát a diktatúra utolsó éveiben ez nem volt lehetséges. Miután átkerültem Magyarországra, pedig annyi dolgom volt, hogy beilleszkedjek, mert ők is adtak ám munkát, de vittem innen az összes megkezdett munkámat, és az írásmunka, az vált a legfontosabbá. Felléptem én Magyarországon is. De haza tanított is, ott is folytatta ezt a munkát. Is, igen, tanítottam is művészettörténetet. Ugye a múzeumban dolgoztam, a Munkácsi Mihály Múzeumnak voltam a művészettörténésze. És a rendszerváltás után még úgy nagyon érdekelt a magyarországi közösséget az erdélyi költészet, tehát meghívtak szerte az országba a régi műsoraiban, amiket itthonról vittem oda. Aztán ez az érdeklődés is ellanyhult, és végül is én hivatalosan ezelőtt egy olyan 10 évvel lemondtam, befejeztem az előadó művészeti tevékenységet, miközben ha nagyon kérnek, még most is el szoktam mondani. Nem csak az emlékezetekben maradt ennek nyoma, hiszen kötetként is megszületik valami. Arra kérném, hogy erről meséljen, ugyanis megjelent talán 5 évvel ezelőtt az Örvendjetek Nyímoság lovagjai című kötete, ami jegyzetekből állt össze, nyilván másként megkomponálva, de ezt nem én fogom elmondani. Igen. Miről szól ez? Örülök, hogy ezt a kérdést felvetette. Tudnélék, ez a három pálya, a művészetírás, művészettörténet, költészet és az előadó művészet, ez mindig párhuzamosan zajlott az életemben. No most, én ezelőtt 5 évvel úgy éreztem, amikor 75 éves voltam, hogy igen, eljött a számvetés korszaka. És akkor időrendi sorrendben, ahogy ezek a pályák elindultak, mert hiszen az előadó művészi pálya az iskolába kezdődött, amikor felfedezték, hogy én jól mondok verset, tehát az iskola szavalója lettem, az egyetemen persze pláne. És ezért az első számvetés az az előadó művészi pályán volt, Örvendjetek Némaság lovagjai, vagyis amikor úgy éreztem, hogy ez a műfaj, amelynek az identitásunk megőrzésében rendkívül fontos szerepe volt, lassan kimúlik a kultúra színképéből, sajnálatos módon, pedig nagy szükség lenne rá. Tehát megírtam, tudnék, én naplót nem vezettem kizárólag az előadó művészetemről, tehát minden fellépésemről, akkor is, ha nem önálló estet mutattam be, hanem az utunk szerkesztőivel megjelentünk Tordán, Zetelakán, Szatmáron, akárhol, mindig felolvastak a költő íróbarátai megy egy művet, és a végén, ugye, na, jött a haba tortára, most akkor én mondjak verset olyan költőktől, akik ott nem voltak jelen, esetleg már nem is értek. 5 év múlva, most, ezzel akartam magam köszönteni, hogy a második pályám számvetését is elvégzem, tehát kiadok egy válogatott verskötetet. Ha még élek, és megőrzöm ezt a frissességet, szellemi frissességet, amelyben hála jó Istennek még vagyok, akkor jön a művészeti írás és a művészettörténet történetéről feljegyzett, hát vallomásaim, jegyzeteim, olyan dolgok, amiket sem könyvben, sem tanulmányban nem tudtam, vagy nem akartam megírni. Bár számos publikáció napvilágot látott, a költői pálya is valamilyen szempontból 80. születésnapján így kerekedik ki, hiszen szintén kötet születik
Hátra ne néz című összegyűjtött verseket. Időben, hogyha kronológiailag nézzük, akkor milyen periódust foglal ez össze munkái szempontjából? Hát különös módon persze időrendben vannak rakva a versek, de igazából három helyszín tagolja az én költői életművemet. Szatmár németi, a szülővárosom, Kolozsvár, az alcíme az, hogy a fedélzeten, és a harmadik Békés Csaba, ahol most élek. 1948-as dátumozású az első versem, és 2011-es a utolsó. Úgyhogy azt mondja az én szerkesztőm, aki az ottani Békés Csaba Irodalmi Társaságnak az elnöke, hogy ahogy öregszem, mind jobb verseket írok. Hát gyenge vigasz az öregedés szempontjából, de költőként örülök, ha így látja ezt egy irodalomtörténész. Mindenképpen gratulálunk a kötethez is, hát várjuk azt a bizonyos estet, ahol ennek a kötetnek az anyagából születik meg egy szintén színpadi jelenés. Hát ez már a kiadótól függ. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.